Vendégem Sontra Tamás, az UTE Labdarúgó Akadémiának vezetője. Nagyon örülök, hogy Tamás elfogadta a meghívásunkat, hiszen a labdarúgáson mindig nagyon jó beszélgetni. Ráadásul itt Újpesten az utánpótlás nevelésre óriási hangsúlyt fektetnek. Köszönöm, Tamás, a vendégeskedést, de azt gondolom, hogy te nem vagy vendég itt nálunk a stúdióban. Jó a kapcsolatunk, remélem meg is marad. Na szóval, ha már évvégén vagyunk, az adódik a kérdés, tudom, hogy egy panelnak tűnik, de hogyan foglalnád össze ezt az esztendőt? Szia, üdvözöllek, köszönöm a felkonferálást. Ugye nálunk az esztendő az nem a naptári évről szól, hanem tulajdonképpen mi fél esztendőben vagyunk most, hát a felénél tartunk, de természetesen összegzünk és számot vettünk arról, hogy mi történt az ősszel. Július 1-től azért lassan eltelt egy fél év. Sok idő és sok változás történt az akadémián, akár strukturálisan, akár fejlesztések terén. Történt és történik folyamatosan, úgyhogy van miről beszélni. Talán először arról beszélnék, hogy ahogy kezdtük az évet, igen. Július 1-én kicsit visszamegyünk az időben, történtek személyi változások a klubnál, nyilván ez egy picit ilyenkor mindig a lendületet visszaveti, mert felelősségteljes döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy ki folytatja a már megkezdett munkát, Fórián Zsolt után ki lesz a szakmai vezető, és hogyan pótoljuk azokat az értékes edzőket, akik távoztak a klubtól. Hozzáteszem, mindannyian úgy távoztak a klubtól, hogy büszkék vagyunk rájuk. Nagyon jó helyekre mentek, nagyon jó pozíciókban folytatják a munkájukat, akár itthon, akár külföldön, akár felnőtt csapatokban. Ez, itt gyorsan közbeszólok, rossz szokásomhoz híven, ez azt gondolom, hogy az UTE-ben folyó munkát is dicséri. Így van, remélem, hogy ezekkel az emberekkel, akik elmentek tőlünk, segíthetjük tovább a magyar labdarúgást. Nyilván mi törekszünk arra, hogy az értékes embereinket megtartsuk, és törekszünk arra, hogy ne egy konkurens klubnál folytassák tovább a munkát, hanem itt az UTE-ban és az újpesti labdarúgásért tevékenykedjenek, de büszkék vagyunk arra, hogyha valaki egy felnőtt csapatba megy az utánpótlásból, vagy büszkék vagyunk arra, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség felnőtt képzésében folytatja a munkáját, például a Gáncsos Andris, aki azt gondolom, hogy továbbra is remek kapcsolatunk van minden távozóval, és hát építjük az Újpest hírnevét, és ők is azt gondolom, hogy építik az Újpest hírnevét tovább. Tamás, itt nézem, köszönöm szépen a segítséget, mert nem baj, hogy az ember kap egy kis segítséget a vendégtől. Itt, ha már itt vagyunk, hogy edzők jöttek, mentek, Zsolt, Fórián Zsolt, szakmai igazgató, és ugye ő volt az elődöd itt az Újpesti Akadémián, nem akárhova ment. A MOL Vidinek lett az igazgatója, az első szakmai igazgatója. Így van, az utánpótlás részben. Nem kis kihívás, viszont óriási dicséret. Így van, azt gondolom, hogy láthatjuk ugye akár a mai este folyamán, ugye a MOL Vidinek egy nagy szereplése van, tehát ma az egyik legmagasabban jegyzett magyar klub. Ennek az utánpótlás vezetését folytatni szerintem nagy kihívás, ezért mondom azt, hogy örülünk, hogy Zsolt is jó helyre ment. Jó helyre ment. Igen. Csak gyorsan átfutunk a neveken most, mert ugye az akadémiához tartozik. Cseh Bagya, Cseh Andris fantasztikus női vezetőedző lett. El nem tudtam volna képzelni, hiszen Andrist imádták itt, a gyerekek imádták. Hát ugye válogatott labdarúgó volt. Egyszer csak egy női csapatnak lett a vezető. Én nagyon meglepődtem ezen. Te is? Egyik nap egy beszélgetés során eszünkbe jutott az Andris, szoktunk beszélni telefonon, vagy szokta hívni a klub titkárságát, kapcsolatban állunk, és azt modelleztem le fejben, hogy történhetett meg az, hogy egyszer csak valaki az MTK-ból azt mondta, hogy a Cseh András lesz a vezető, ez a női. Hát valami történt. Nagyon örülünk ennek egyébként, hogy én azt gondolom, hogy az Andris, ha valaki ismeri, akkor abszolút ő az a személy, akit el tudok képzelni lányok közé. Lányok között trénernek. Abszolút, így van. Nagyon sok sikert kívánunk neki. Ezzel együtt én is nagyon sokszor beszélek vele. Persze természetesen zrikáltam egy kicsit, hogy beengednek az öltözőbe, mert mégiscsak, de a szakmai munkát elvégzi. Én azt gondolom, hogy felnéznek rá a lányok, hiszen Andris... Azért ötszörös magyar bajnok. Igen, csak ott van. Így van.
Gáncsos Andrisról is beszéltél, viszont itt nekem van egy kedves ismerősöm, Polyák Attila, aki a tengeren túlra vitte az Újpestnek a hírét. Így van, hát amikor... Ez nem volt egy könnyű döntés számára. Nem volt, mi nagyon jó barátok vagyunk, már majdnem azt mondom, hogy 8-10 éve ismerjük egymást, és szoros kapcsolatban állunk. Hát ha valakinek elmeséltem, mikor kérdezték ugyanezt, hogy kik a távozók Újpestről, és a Polyák Attila nevét meghallották, mindenki ledöbbent, hogy olyan nincs. És akkor mindenki hozzáteszi, hogy de biztos, hogy nem Magyarországon ment egy másik klubhoz. Tehát, hogyha valaki ismeri Polyák Attilát, akkor tudja, hogy ő Magyarországon nem ment volna sehová. Ez egy óriási kihívás számára, egy kaland, az egész életét Újpesten töltötte, és itt született, itt futballozott, egy TFS kitérő után ide tért vissza edzőnek. Úgyhogy ő most próbálgatja a saját határait, a komfortzónáját, nézi, hogy ugye nyelvtudás nélkül, egy stabil szakmai tudással kiment oda, és megáll a lábán, egy hollywoodi történetet készítő elő egyébként, azt látom. Sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy hoz haza valamit azért, mert bármerre megyünk a világba, mindig lehet valamit tanulni. Az biztos. Ugye? Az biztos, örülök ezért, hogy az Ati ezt kipróbálta. És ha az ajtó nyitva van. Ha haza is tér, akkor azt gondolom, hogy nem tudok az útéban mondani egy olyan embert, aki azt mondja, hogy nem a Polyák Attila nem jöhet vissza. Így van. És jöttek, gyorsan végigfutnunk a neveken, mert aztán beszélünk sok minden másról. Van itt egy név, Balajca Szabolcs. Szándékosan írtam egyébként az elejére, hogy a nézőknek talán a legnagyobb név. De előtte annyit hozzátennék, hogy ugye ha már a Fórián Zsolttal kezdtük, akkor a Bordán Csabi személyét. Egyik legfontosabb pozíció egy futballban, hiszen most a vezetők, akár Őze István, akár én ülhetünk egy irodában, és gondolkodhatunk szervezetről, meg struktúráról. A labda kint pattog, de a néző az kinnál, és a néző az a futballpályát nézi. Tehát bármilyen jó szervezetet rakunk mi össze, a szakmai munka alapján fogják megítélni. Azt gondolom, hogy Csaba egy rendkívül értékes szakember, innen az utánpótlásból emeltük ki, tehát volt rálátása erre. Házon belülről megoldottátok? Ez volt a cél, hogy egy olyan munka, ami elindult a 3 éves Zsolt éra alatt, az úgy tudjon tovább folyni, hogy természetesen Csaba beleteszi a saját személyiségét, a saját gondolatait, a saját tudását, de azért ismerte a rendszert, és így az edzőknek nem okoz akkora törést egy nagyon jelentős változás, hiszen láttam, részese voltam, nem egyszerű egy teljesen új rendszert felépíteni egy bármilyen szervezetben. Bár így van. Ez nem csak futballról szól. Nem csak a fociról. Balassa Szabolcs, Elbelt András, ugye a kettőt mondjuk együtt, jó? Abszolút. Mégiscsak a egy kapus, szekció. Egy szekció. Hát a Szabit nem kell bemutatni, ha azt mondtad Polyák Attiláról, hogy igazándiból lila vére van, akkor Szabolcsnak szintúgy, én beszéltem vele, kivirágzott, hogy visszatért. Nagyon örültünk neki, amikor... Kinek az ötlete volt Balassa Szabolcs? Megfordítom a sorrendet, Elbert Andris jött először a kapus képzésbe. Nem szabad azt sem elfelejteni, most azt nem írtam föl, de hogy a klubnak részese Koszta János. Hogyne? Most a Jani bácsival sokat beszéltünk, és elmondtam neki azt, hogy ma a labdarúgás egy olyan sportá alakult a mai világban, hogy ez egy főállás. És Jani bácsinak ugye van egy mellékállás, egy nagyon értékes szakember, de szükség van egy olyan emberre, aki szakmailag egy anyaggal, egy koncepcióval érkezik, ezt levezeti és koordinálja a klubon belül. Így jött az Elbert Andris személye, és az Andris volt az, aki a Jani bácsit és mellette még egy fiatal kezdőkapus edzőnket összefogta. És a Balajca Szabolcs, ugye követtük, hogy véget ért a profi pályafutása, és egy belső kapcsolatunkon keresztül a lapon van a neve Zombori Regő, aki a Siófok erőnléti edzője volt, ugye a Szabi Siófokon védett, és Regő ajánlotta nekem, hogy a Szabi ő kacérkodik azzal a gondolattal, hogy nem folytatja tovább a profi aktív pályafutást, hanem átáll a másik oldalra, és tulajdonképpen újra kezdi az egész életét, hiszen egy korszak lezárult, és egy teljesen új kezdődik. Igen, de és aztán elfelejtjük a neveket. Azért ő mindig azt mondta, hogy szeretné továbbadni azt a tudást, amit megszerzett a mestereitől, Pálinkás Andristól és nagyon sok
mindenki mástól, és hát itt a lehetőség. Így van, és azt látjuk, hogy él vele, és élvezi. Andrissal nagyon sokat töltenek, nagyon sok időt töltenek együtt, és én a Szabinak, amikor először ültem, és még nekem is furcsa volt, hogy a Balajca Szabival beszélek most arról, hogy ő visszajön Újpestre, akkor mondtam neki, hogy nagyon kellemetlen nekem ezt mondani egy több száz NB1-es mérkőzést levédett, és Újpesten levédett embernek, de hogy ő egy kezdő most itt ebben a pályában. És az Elbert Andris és az UTE hajlandó arra, hogy őt felépítse. És nyilván egy óriási előnnyel indul, hiszen tanítani nyilván ez egy más dolog, de hogy neki benne van, és mikor be tudja mutatni, azért sokkal hamarabb a bizalmába engedik a gyerekek. Közel van még, hát a melegébe van, még alig jött ki a kapuból. Így van. Hát ez egy fantasztikus dolog. Egy pici száraz a témát, ugye mégiscsak a főnökkel beszélek, aki nem a szakmáról, nem a labdarúgásról, hanem az egésznek az összefogásáért felelős. És itt azt írtad, kérdeztem tőled, hogy milyen változások voltak az év során, és itt van fontos két szekció, az egyik a kapus edzést, kapus képzést, azt most nagyjából átbeszéltük. Viszont nekem, én nagy örömmel olvastam ezt, hogy a sporttudományi részleg, tehát itt úgy látszik, hogy valóban, bocsánat, hogy ezt mondom, valóban komolyan veszitek, amit csináltok. Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyerekekre, és minden újításra próbálunk nyitottak lenni, és nyitottak is vagyunk. Akár a klubvezetés, a felső vezetésről beszélek, befogadó az új ötleteinkkel kapcsolatban. Nyilván Őze István klubigazgató, és köztem egy 30 év van, de az Istvánnal azért pro-kontra érvelgetünk, és nagyon jó érveket hoz föl ő is, hogy azt a tapasztalatot, amivel ő rendelkezik, ugye én már 40 éve a klub részese, tehát azért nehéz lenne őt most egy bármilyen kérdéssel megfogni. Azért úgy szeretnék egyszer ott lenni, tudod, hogy nem csak úgy belehallgatni, hogy a klub igazgatója beszél az akadémia vezetőjével, és ott érvelnek egymással. Ez egy izgalmas beszélgetés lehet. Szóval ezek nem formális beszélgetések, egy kötetlen érvelések, és pont egyik nap hallgattam egy vitáról szóló kérdést, hogy vitatkozás, mit jelent ez a vitatkozás, és ma már azt érzem, hogy ez a vitatkozás, ez nem kell, hogy létezzen vezető és vezető között, hanem ezek inkább érvelések. Próbálunk az Istvánnal észérveket felhozni, ő a klub irányából közelíti meg, hiszen ő mégiscsak 17 szakosztályt felügyel, én pedig a labdarúgás irányából. Néha vannak egyébként ütközések, de ezeket próbáljuk áthidalni. A házasságban is van. Abszolút. Ezeket meg kell oldani, és egyébként azt érzem, hogy ezek nagy sikerrel mennek is, és haladunk. A sporttudományi részleg is ezt mutatja, hogy azt tudomásul kell vennünk, hogyha lépést akarunk tartani ma a labdarúgással, és akár a hazai, akár a nemzetközi elittel. Látjuk most egy Ajax Amsterdam akadémiáját, ami a fiatalokra épít, és a fiatalokat építi be, és haladnak, és Európa 16 csapatában vannak most. Fontos, hogy a gyerekeket ne csak edzük, ne csak mentálisan képezzük, ne csak az oktatásban figyeljünk oda, hanem mérjük is őket, és adataink legyenek róluk, hiszen két egyforma gyerek nincs egyik ilyen képességekkel és született adottságokkal rendelkezik. Ha már említetted az Ajaxot, egy picit arrébb megyünk, ugye a kedves nézők tudják, hogy felvételre történik ez a beszélgetés. Volt tegnap egy Ajax-Bayern München mérkőzés. Én azt gondolom, magyar stadionban ilyen meccset még nem láttunk. Miből vannak ezek az emberek? Tehát ugye azért kérdezem, hogy a sporttudomány mennyit számít, hogy ezt így bírják a 97. percben is, és ilyen összeszedettek legyenek, és másképpen csinálják ezt odakint? És akkor rátérünk a nemzetközi kapcsolatokra. Világos. Szakmázni nem fogok most, ezt megígértem, amit én látok, és amiért mondjuk a sporttudományi részlegnek a létjogosultságát mindenhol és minden pillanatban mérnek a játékosokon. Tehát mérik akár a test összetételüket, és személyre szabott egyéni edzések vannak, egyéni tervezések vannak, és személyre szabott étkezési, dietetikai tanácsokat adnak nekik, amiket nyilván be is vasalnak rajtuk. Tehát látszik, hogy ezek a gyerekek csúnya szóval élve is futballra tenyésztettek. Hát nincs miről beszélni. A mindennapjuk 6 éves koruktól a futball körül forog.
és azt látnunk kell, hogy ne az Ajax Amsterdamról beszéljünk szerintem először, hanem egy picit visszább, mert a jéghegy csúcsát próbáltuk most megmászni. Mi messze vagyunk ettől, és nekünk azt kell megérteni, hogy fényévekre van tőlünk az elit labdarúgás, és ezért próbálunk egy-egy játékost, ha Újpestről tudunk adni, és fogunk szerintem erről beszélgetni, és ha egy-egy játékost ad a következő és az azt követő akadémia is, akkor tudunk Magyarországon egy sikeres futballt látni majd, mert kis ország vagyunk, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy a tehetségeket nagyon jó, hogy ezt elmondtad, hogy tegyük tisztába azért, hogy látjuk a világfutballt, a csapatokat, és látjuk azt, hogy vannak a magyar együttesek. Igen, dolgozni kell. És tartani a lépést. És tanulni, ezt valaki más mondta, nem akarom mit mondani, hogy ki, pedig tudom, de azért a tapasztalatokat be kell építeni a magyar labdarúgásba. De jöjjünk vissza Újpestre, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy az akadémiáról beszéljünk. A Bánka Akadémia, ugye a volt Cérna pálya, azt lehet mondani, aki régen foglalkozik labdarúgással, tudja, hogy mit jelent a Cérna pálya. Fejlődik, gyönyörűen fejlődik. Egyszer kész is lesz teljesen? Várjuk nagyon ezt a pillanatot, hiszen nagyon-nagyon sok gyerekünk van már a klubban, és nyilván ilyenkor, amikor egyszerre zajlanak az építkezések, ilyenkor azért nem tudjuk, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg, és nyilván kompromisszumokat kell kössünk. Az ideális állapot a végkifejlett lesz, tehát akkor, amikor ez a rengeteg pályánk, ami részben már elkészült, csak a hozzátartozó öltözők és kiszolgáló egységek is elkészülnek, akkor leszünk teljesek. Mindenhol építkezésünk van, ha a Bánkáról beszéltél. Most a Bánkáról, de a Szilágyit ne felejtsük el, hát az... Talán nem hagyunk ide a sorba, mert így a Bánka pályái most érintetlenek maradnak, ott inkább az épületek korszerűsödnek, és a környezet, ami körülveszi, a parkolók, és azok a dolgok, amik egyébként a szülők és az edzők kényelmét szolgálják. Természetesen a gyerekekét Fondos. Is, de a gyerekek alapvetően a futballpályán vannak, és a Bánka nagyon jó minőségű pályákból áll. Azt a kis szekciónak a 9 éves korra bezárólag a pici gyerekek központjának szeretnénk kinevezni, és a Szilágyi út lenne az akadémiai részleg 10 éves kortól egészen az U19-ig. Az a 6 nagy méretű pálya, 2 kis méretű műfüves pálya, sportcsarnok, homokfutballpálya, konditerem. Tehát ott lehet 10-15 öltöző. Nem nagyon tud a gyerek már kifogást találni, hogy mi az, amit esetleg külföldön elér a labdarúgó. Nem az infrastruktúrális rész lesz az, amire hivatkozni tudunk annál, hogy miért nem sikerült esetleg. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a labdarúgásban és az egyesületeknél nem csak hazai pályáról érkeznek játékosok, ugye tudjuk azt, hogy akár vidékről is lehet csúnya szó, de szoktam használni, szipkázni. Hát azért van ez, hogy nézegetünk körbe, játékos megfigyelők, hogy egy-egy embert be tudjunk integrálni a Lilafehér csapatba, az utánpótlás nevelés központjába. Viszont őket el kell helyezni, kollégium vagy szálloda, lakás, ez egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés. Igen, maga az akadémia... Mert hogy vinném, hogy adnám oda a gyerekemet, hogyha nem tudom, hogy hol teszi le a fejét éjszakán? Nyilván, tehát amit az edzők alapvetően megkapnak a gyerekből, az a napi szinten 2-3-4 óra ez gyerekre válogatja, ha egyéni képzéseket is beleveszünk, egy csapatedzést, kondicionális felkészítést, mentális részt, de akkor is ez csak egy nagyon kis szelete annak, amit az edző kap a gyerekből. A maradék 20 órában az oktatási intézmény és a kollégium a felelős, és ugye itt az életkortól is függ, hogy a gyereket mikor tudjuk elhelyezni. 14 éves kor alatt nagyon-nagyon nem látjuk létjogosultságát annak, hogy gyerek, jól érzed. Nagyon-nagyon. Én ezt egyetértem. Ide jöjjön, hiszen bármilyen profi munka folyik bármelyik akadémián,
a családot azt nem tudja modellezni egy 20-30 fős kollégium. Tehát itt azért vannak törések, itt ezek a gyerekek még 14 évesen, bár némelyik 1,80 magas, de gyerek. De attól még kölök. Ettől még gyerekek, és nagyon nehéz őket úgy kontrollálni, és azt adni nekik, amit ők egyébként otthon kapnak két szülőtől, az az egy gyerek, mint itt egy nevelőtől az a 20 gyerek. Tehát azt azért nem lehet kivitelezni. Törekszünk rá, hogy ez működjön, vannak kollégistáink, de arra figyelünk, hogy 14 éves kor fölött is azokat a játékosokat hozzuk ide, akiket futball szempontból is értékesnek tartunk, hiszen az a gyerek, aki nem lesz alkalmas arra, hogy profi sportoló legyen, profi futballista legyen, nem akarjuk becsapni, és legalább azt a családmodellt ne vegyük el tőle. Ami a társadalmi beilleszkedéshez. Nagyon megértem, Tamás, és tényleg azt kell mondanom, hogy egyetértek ezzel, tehát tegyük hozzá, hogy a labdarúgás gyönyörű, fantasztikus, de százalékban kifejező, ha te ezt nem mondod ki, de azért más is már elmondta, meg azért én is csak sportoló voltam, 100-ból nagyon jó, hogyha egy, uszkve kettő MB-s szintű labdarúgó lesz, és akkor még nem beszéltünk a nemzetközi karrierről. És ezért nagyon szép dolog az, és dicséretlen méltó, és kalapot emelek, hogy inkább innen, a régióból toborozni a gyerekeket, és újpestivé tenni, ha már a toborzót említettem, nem is olyan régen volt toborzó, kapus, és mezőnyjátékos is. Hogy sikerült? Előbb volt a kapus kiválasztó, aztán a mezőnyjátékos kiválasztó. Én a toborzót jobban szeretem, nem? Toborzó. Hagyjuk ezt a kiválasztást. Jó, toborzó. Toborzó lesz. Ígérem, figyelek rá. Köszönöm. Alapvetően a bajnokság ment, és az UT-nak nem is feltétlenül az kell legyen a célja, bár ha sok emberrel beszélgetek, mindig azt mondják, hogy az újpesti labdarúgás az Magyarországon a top 3-ba kell legyen. És ismerjük az újpesti labdarúgás helyzetét, az UTE és az UFC közötti viszonyokat. Ez egy picit azt mondom, hogy hátrébb sorolja a komplex szakmai berkekben az UT-t, viszont az UTE az UTE marad, és azt gondolom, hogy azt nem kell reklámozni sem. Újpesten futballozni sok gyerek szeretne. Nem az a célunk nekünk, hogy a különböző nagy akadémiákról toborozzunk gyerekeket, hanem inkább itt a kisebb klubokból, akinek valóban azt látjuk, hogy perspektíva az UT-ba jönni. Amikor meglátunk egy gyereket, és ő valóban nem azt nézi, hogy egyik akadémiáról a másikra ilyen csillog a szeme, hogy újpesti, hanem neki ez egy megtiszteltetés, igen, hogy ebbe a klubba jöhet. A hozzáállásán is lehet érezni, jöttek vidékről játékosaink, és vannak is játékosaink. Teljesen máshogy viszonyulnak a szülők ahhoz, és hálásak a klubnak, hogy ők ide tartozhatnak. Úgyhogy ez a kiválasztóra visszatérve, inkább kisebb klubokból jöttek, folyt is a bajnokság, és egyáltalán nem bántuk, hogy megy a bajnokság, hiszen legalább így a nagy klubokból nem jönnek el a játékosok, és a nagy klubok nem mondják azt, hogy az UTE őket szeretné csúnya szóval élve lerabolni, hanem inkább lehetőséget szeretnénk adni, aki azt érzi, hogy az UTE-ba lépés az egy fölfelé menetel, ők eljönnek, és szép számmal egyébként jöttek is, és kiválasztottunk jó néhány kapust. De Tamás, gyorsan belekapaszkodok egy szóba, hogy lerabolni. Sportszerűek vagyunk, hiszen a sportban a sportszerűség, a fair play a legfontosabb, de egyet nem szabad elfelejteni, és nem okítani szeretnélek. Farkas törvények vannak. Így van. Egyébként farkas törvények vannak, ez csak úgy mellékesen. Senkinek is lelkiismeret furdalása, hogyha teszem azt, Cristiano Ronaldo innen oda, kész, itt ez farkas törvények vannak. Ez jelenség a sportban. Ma már klubhűségről nagyon nehéz beszélni. Kész, ez az élet, lépjünk tovább, hiszen ha már a toborzó volt, akkor ugrunk egyet az, hogy hány gyerek rúgja a labdát, és hányat tudnátok foglalkoztatni ugye majd a jövőben, ha elkészül itt minden. Ezt jó, hogy hozzátetted, ha elkészül minden, mert igen, akkor látjuk annak realitását, hogy el tudjuk különíteni az élsportot és a tömegsportot teljes egészében. Ezt a szülőknek is el kell fogadniuk, hogy mi az edzők és a teljes szakmai stáb napi nagyon sok órában, akár az akadémián, akár,
otthon, akár az autóban ülve azzal foglalkoznak, nekik ez a főállásuk, ez nem egy kiegészítő foglalkozás, nem egy pénzkereseti lehetőség, hanem ők edzők, nekik ez a hivatásuk. Hivatás. Ők ezzel foglalkoznak, ugyanúgy, hogy vannak orvosok. El kell fogadniuk azt, hogy mi fogjuk megmondani a gyerekekről azt, hogy hova tartozzanak. Uh-huh. Hiszen azt gondoljuk, és ez minden nagy képűség és önteltség nélkül mondom, hogy foglalkozunk annyit a labdarúgással, hogy tudjuk pozícionálni, és olyan edzőink vannak, akik látják már annyi ideje a labdarúgást, hogy be tudjuk pozícionálni a gyerekeket, hogy törekszünk, hogy élsportra alkalmas, ez akár mentális, fizikális és számtalan tényező, vagy inkább hobbi sportoló lesz. Kisgyerekkorban ezt nem tudjuk, hiszen nem jó sokat foglalkoztatunk, hogy mi lesz a gyerekből. De van egy bizonyos életkor, amikor már azért eldől az, hogy ennek a gyereknek még sansza van arra, hogy labdarúgó legyen, vagy csak szeretni fogja a labdarúgást, szeretni fogja az Újpestet, sportoló, szponzor és egyéb más lesz. Nagyon-nagyon figyeltem a szavaidat, mert itt van az, hogy a nevelőknek, az edzőknek milyen fantasztikus feladatuk van, és milyen nehéz feladatuk van, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy közölni kell a gyerekkel, hogy fiam, neked ennyi volt, valószínűleg profi nem leszel, nem, mert nincs meg az adottságod, de ettől még a labdarúgást szeretheted. Na ez egy sarkalatos probléma, és egy iszonyatosan nehéz dolog. Azért sarkalatos, mert ez egy ugyanolyan felelősség egyébként, igen, hogy megmondom a gyereknek azt, hogy nem lesz belőle labdarúgó, igen, mint az, hogy bármilyen más szegmensben fölkészítem. Tehát, hogy nekünk ugyanolyan felelősség teljesen kell döntést hozni. Nyilván ez kockázattal jár, láttuk már őt a történelemben, hogy elküldtek gyerekeket és labdarúgó lett, de azért ez egy nagyon csekély százaléka. Ez a cikkben jól néz ki, meg az újságcikkekben egy szenzáció, de azt a másik 10 000-et nem említik meg, aki egyébként jó döntésként nem lett labdarúgó. Nem lett labdarúgó, nem lett sportoló, igen. Úgyhogy ez egy felelősségteljes döntés, de azt érzem, hogy ebben óriási szerepe van a szülőknek is, hogy amikor kap egy ilyen információt az edzőtől, és ez nálunk általában nem is az edzőtől jön, hanem ez egy edző, egy vezetőedző, egy pályaedző, egy kondiért felelős, egy szakmai vezető közös döntése alapján születik meg. Tehát ez nem egy autonóm döntés, akkor a szülőnek támogatnia kell, és vagy azt kell mondani, hogy nem hiszem el ezt a döntést, de tiszteletben tartom, és megpróbálom egy másik helyen, vagy elfogadom azt, hogy az én gyerekem most a tömegsport részben folytatja tovább a munkáját, de segítem őt, igen, és ugyanúgy lehet sikeres tömegsportolóként is. Abszolút. Mert becsapom azzal, hogyha őt elviszem egy gyengébb klubba, és ugyanazt mondom neki, hogy te labdarúgó lehetsz, mikor számtalanszor az a szemes, hogy egyébként nem valószínű, hogy az lesz. Egyetértek a gondolattal teljesen, ezt csak így tovább azt kell mondanom. Mondhatok neveket? Nyugodtan, persze. Vagy dicsekedjünk inkább eredményekkel. Beszéljünk az eredményekről. Azért rengeteg korosztályban ott vagyunk. Nehéz utánpótlásban eredményeket sorolni. A legszebb az, amit most mondtál. Az utánpótlásban nem biztos, hogy mindig az eredmény a legfontosabb. Legalábbis nem biztos, hogy objektív ez az eredmény. Ugye? Tehát, hogy az, hogy most egy tabellán jól néz ki, hogy az U17 második, igen, az U16 harmadik. De nem érzem azt, hogy ez bármin változtat. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb erény, és biztos elcsépeltnek tűnik, hogy most az akadémia Stoika Dominika példálózik állandóan. De hát most ő az akadémiának az a játékosa, aki egy West Ham United Juventus utánpótlása között választhat. Tehát nem a klub fog választani, hanem egy magyar gyerek Újpestről választhat két ilyen klub között. És azt gondolom, hogy ezek azok az eredmények, és a jövőben is beszéltünk a sporttudományi részlegről, beszélnék az egyéni fejlesztések jelentőségéről, arról, hogy felelősségteljesen jól válasszunk ki újpesti óvodákból, mint ahogy egyébként egy Dominik is bekerült a rendszerbe, és klubhű maradt. Tehát mindenki el tudja azt képzelni, hogy Stoika Dominik szintű játékost minden magyar akadémia megkeresett. Ő mégis azt mondta, hogy független attól, hogy ez a viszony van az Újpest és az UTE között, függetlenül, hogy másodkategóriában van az UTE utánpótlása, én itt maradok, az edzők és a szakmai stáb velünk együtt megadott minden olyan feltételt neki, hogy följebb játszon, följebb versenyezzen a saját szintjén. A Dominik nem kereste a kifogásokat, hanem beleteszi a munkáját, és itt az eredménye. Nem lesz mindenki Stoika Dominik, és nem lesz mindenki Cristiano Ronaldo, de vannak sikerek.
most egy olyan siker készülődik, amiről remélem, hogy tudunk jövőre beszélni. Egy olyan srác, most standard A csapatos játékos, aki egész életében a B csapatban volt. Egész életét az úgymond B csapatban töltötte. Szülők nem kérdezték meg soha, hogy miért B csapatos, jöttek és csinálták azt a munkát. 15 éves korára lett A csapatos játékos, néhány meccs után most egyel följebb játszik az U17-ben. Tehát vannak ilyen történetek, később érnek be a gyerekek, nem kifogást kerestek, mi megpróbáltuk azon a szinten megadni a gyereknek, amire szüksége volt, és most standard kezdő és alapembere ezek az eredmények szerintem mindig azt mondják a nálamnál okosabbak, hogy példaképekre szükség van, és nyugodtan lehet Sztojka Dominikkel példálózni, és idolokra meg még nagyobb szükség van, és lassan Sallói idol lesz itt Újpesten, és vele aztán kötelező lesz példáloznotok a gyerekek. Tesszük is, ezt pont a tegnapi napon a 14 év fölötti korosztályokat összehívtuk, és a Sallói Danit hívtuk meg vendégül. Pontosan ezt látjuk mi is, hogy szükség van példaképekre, de nagyon fontos, hogy olyan példaképeket állítsunk a gyerekek elé, akik elérhető távolságban vannak. Sallói Dani 96-os születésű, itt tegnap a teremben 2000-esek is ültek. Tehát 4 év van köztük igazából, és pontosan Sallói Dani ezzel kezdte a mondandóját, mikor megkérdezték tőle, hogy hogy érzi magát, milyen most ezen az oldalon ülni, akkor azt mondta, hogy nagyon furcsa, mert ő pár évvel ezelőtt még ott ült közöttük. És pár év elteltével valóban azt mondom, hogy az aktívan futballozó labdarúgók közül az egyik legnagyobb reménysége a Sallói Dani az UT-nak és a magyar labdarúgásnak is akár, hiszen ha valaki, akkor 9 évet töltött az UT-ban. Nyilván vannak olyan magyar játékosok, és ma is válogatottak, akik részesei voltak az UT-nak 1-2-3-4 évig, de egy Sallói Dani esetében az egész pályafutását az UT-ban töltötte. De azt gondolom, hogy itt lehet kritizálni, bírálni szakmai munkákat és embereket és edzőket és pozíciókat, de jön egy ilyen cáfolat, hogy egy Sallói Dani nem kritizált, hanem csinálta a munkáját, és most a Kansas alapembere lett, elmesélte azt, hogy hányszor rakták ki Kansasből, hányszor küldték vissza Gyirmótra, hányszor nem játszott Gyirmóton, ugye ki is esett a Gyirmót az NBA-ből, amikor visszakerült Kansasbe, ő akkor sem tudott még játszani, és most játszik, és az egyik héten Zlatan Ibrahimovic-sal és Rooney-val a hét válogatottja lettek három támadóként. Én azt gondolom, hogy ettől nagyobb eredmények nem kellenek. Egyelőre maradjanak ezek az eredmények, és majd jöjjenek a még nagyobb eredmények mondjuk a magyar válogatottban. Mennyit tud hozzátenni, mert Sallóira és a fiatalokra óriási szükség van ebben a magyar válogatottban. És ne felejtsük el, hogy akkor azt lehet mondani, hogy ő bizony Újpestről került, és erre legyünk büszkék. Ha már külföldön vagyunk, akkor a külföldi kapcsolatok nagyon fontosak akár a vezetőknek, és akár a szakmai stábnak, és a gyerekeknek is, a játékosoknak is. Milyen az UTE Akadémiának a külfölddel való viszonya? Törekszünk arra, és pont a napokban számolgattam az utazásokat, összesítettem ebben a fél évben, hogy mennyivel többet költöttünk buszokra, külföldi utazásokra. Ez azt prezentálja, hogy nyitottak vagyunk nemzetközi tornákra, és azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás azért nincs olyan magasan pozícionálva, hogy játékos megfigyelők hegyei Magyarországon nyomuljanak. Úgyhogy nekünk vinni kell a játékosainkat külföldre, a portékáinkat úgy szokták mondani. Meg kell mutatni, hogy kik futballoznak ezekben a csapatokban, és nagy nemzetközi tornákon azért ott számtalan játékos megfigyelő felfedezhet akár egy-egy magyar tehetséget. És most ne a játékosokról beszéljünk, hanem beszéljünk a szakmai vezetésről és rólatok, mert tanulni mindig kötelező. Nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk a világra, hiszen azt láthatjuk, hogy a magyar labdarúgás, az aranycsapat azért az lemenőben van, és nem lehetünk annyira vaskalaposak, hogy azt mondjuk, hogy de még mindig mi vagyunk a magyar labdarúgás. Nekünk nyitni kell külföld felé, és nagyobb jelentőségét látom most, hogy a szakmai stáb és az edzők menjenek és ismerjenek meg különböző kultúrákat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kimennek egy külföldi klubhoz, és hazajönnek, és holnaptól azt csinálják. Nagyon fontos azt is, hogy átemelhető legyen a magyar társadalom figyelembevételével, milyen szokásaink vannak itt, hiszen nem tudjuk lemodellezni egy, akár West Ham United-nál voltunk most a Sztojka Dominikkal,
ezt nem lehet megvalósítani egyik napról a másikra Magyarországon, és nem is biztos, hogy kell. De van 2-3 olyan tulajdonság egy West Hamnek, 2-3 olyan egy Dárdai Paliféle Hertának, 2-3 egy Dinamo Zágrábnak látjuk a horvát labdarúgást, és voltunk is kinn náluk, amit be lehet építeni a magyar futballba, és megtartva azokat a magyar sajátosságokat, amik egyébként vannak, és egyébként szerintem a magyar emberben is rengeteg előny, és egy kifejezetten értelmes emberekkel találkozom nap, mint nap Magyarországon is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a magyar társadalom az nem tartozhatna Európa elitjébe, vagy a magyar futball, csak nyitnunk kell, és el kell engedni azt a tényt, hogy mi voltunk az aranycsapat, hiszen azért az egy jó pár évtizede volt, és a mi generációnk egyrészt nem látta futballozni, tiszteletbe tartjuk és tiszteljük őket, de nekünk követni kell ezt a mai labdarúgást. Láttuk, az Ajaxról beszéltünk, hogy mi zajlik ott, gépek vannak a pályán. Tamás, itt az év végén nem kérdezek terveket meg jövőben, mert a terveket már itt szinte elmondtad, hogy mi az. Én inkább azt kérdezném, hogy Sondra Tamás mit kérne a Jézuskától ugye a karácsonyfa alá? Hát én alapvetően azt, hogy dolgozhassak itt az Újpest berkein belül, és ugyanezzel ezzel a szabadsággal, ami egyébként nekem megvan vezetőként, ugyanezzel az újpesti labdarúgásért tehessek. És hát az újpesti labdarúgás egyesítését, azt ha kérhetném, azt megtenném, hiszen ezek a gyerekek, akik óvodából, iskolából az utéba jönnek, mert oda jönnek, hiszen az önkormányzati támogatással és azzal, hogy mi 18 óviban benn vagyunk, az újpesti gyerek az utéval szembesül. Viszont a felnőtt csapat az nem a mi kezünkben van. Ha ez a pálya egy töretlen lehetne, és ott mutatkozhatna be, és a Lloyd Dani pont tegnap kivetítette, hogy ő bekísérőként a Susa stadionban egyébként egy edzők között ülő erős karcsival áll, csak a kokarcsi még játékosként, és a Dani volt a bekísérő. Ha ezt újra vissza lehetne hozni, akkor én azt gondolom, ez lenne a legnagyobb pozitívum a labdarúgás résznek. Legyen ez a végszó, ennél jobbat én sem tudtam volna kitalálni. Nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok neked is és az akadémiának is. Remélem lesz miről beszélgetni jövőre is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, találkozunk.